Jó napot kívánok! Ali László vagyok, az Electrolux szervizmérnöke. A következőkben egy szabadon álló háztartási hűtőszekrény kicsomagolását, üzembe helyezését és az ajtó megfordítását szeretném önöknek megmutatni. A saját hűtőszekrényével az ember általában a lakásában találkozik, amikor a szállítók kiviszik a kiválasztott készüléket. Először a következőket kell ilyenkor megtennünk. Van mindenkinek ugye egy számlája, amin a készülék, a kiválasztott készüléknek a pontos modellneve található. A biztonság kedvéért mindig egyeztessük a számlán levő modellt a készülék csomagolásán található csomagcímkén látható modellnévvel, nehogy véletlenül esetleg egy másik készüléket vegyünk át. Ezek után legalább ilyen fontos, hogy alaposan szemléljük meg a készülék csomagolását a tér minden irányából. Van-e rajta valami sérülés, ami alapján arra következtethetnénk, hogy a készüléknek a belseje, tehát maga a készülék is megsérült a szállítás vagy a raktározás során. Amennyiben ilyen van, mindenképpen fontos, hogy a szállítót erről értesítsük, figyelmeztessük, és a szállítólevélen erről egy megjegyzést is tegyünk. Amennyiben a készülék sérülésmentes, és megfelel annak, amit kiválasztottunk, akkor a készülék fedlapján található bontási mód szerint vágjuk föl a zsugorfóliát, és távolítsuk el. Fontos, hogy a csomagolást a hungarocell, illetve kartonpapírok mentén vágjuk végig, hogy véletlenül se sértsük meg magát a készüléket. A csomagolóanyagot addig, amíg a készüléket kicsomagolt állapotban meg nem néztük, addig ne törjük szét, ne dobjuk el, ugyanis előfordulhat olyan is, hogy magában, tehát a csomagolás kívül sértetlennek látszik, de belül mégis van valami probléma a készülékkel. Ilyenkor a szerviz minden esetben kéri az eredeti, originált csomagolóanyag bemutatását. A papírsapkák eltávolítása után jönnek az élvédők, lehet látni, hogy mindegyik ír. A másik két élvédő gyakorlatilag a készüléket most már ilyen állapotban is végignézhetjük. Ilyenkor célszerű kérni egy segítséget, hogy a alappárnáról leemelhessük. Még egyszer végignézzük az ajtó. Rögzítőt eltávolítjuk, bent is leellenőrizzük a tartozékok épségét, és ha minden rendben, akkor nyugodtan útjára engedhetjük a szállítót. Még egy mondat a csomagolóanyagról. A biztonság kedvéért 3 napig azért még célszerű eltenni, ugyanis most a készüléket miután kicsomagoltuk, és eltávolítjuk a jól látható, van eltérő színű, jelen esetben például világos kék szállítási rögzítő idomokat és elemeket, utána majd üzembe fogjuk helyezni. És hogyha a készüléknek valamilyen működési problémája van, és a készüléket vissza szeretnénk cserélni a szerviz szakvéleménye után, mindenképpen jó, hogyha megvan az eredeti csomagolás, abba be tudják csomagolni, és sérülésmentesen el tudják szállítani.
miután a kicsomagolással végeztünk, akkor célszerű meggyőződni arról is, hogy a készüléknek a dokumentációja a rendelkezésünkre áll-e. A készülékhez a bolt által kiállított számlán kívül kell, hogy kapjunk magyar nyelvű kezelési utasítást, és vagy egy univerzális, vagy egy külön garanciajegyet. Ha ezek közül bármelyik hiányozna, vegyük fel a kapcsolatot a bolttal, és kérjük a pótlását. A kezelési utasítás azon túl, hogy a készülék használatát és üzembehelyezését leírja, mindenféleképpen fontos ahhoz is, hogy a készüléknek az ajtó nyitását el tudjuk, vagy az ajtó nyílás iránynak a megfordítását is el tudjuk végezni. Szerepel benne például, ami nagyon-nagyon fontos, a esetleges problémák és azoknak az elhárítási leírása. És itt van maga az elhelyezés, a szükséges figyelmeztetések a szellőzésekre, valamint itt az ajtónyílás irány megfordítása, amit szeretnék a következőkben majd önöknek be is mutatni. Az ajtó nyílás irányának a megfordításának a lépései a következők. Először a készüléket megdöntve az alsó ajtótartókat fordítjuk meg, ezt követően levesszük a készülék tetejét, és megfordítjuk a felső ajtótartókat. Ha ezzel kész vagyunk, a kilincs megfordítása következik. Ezt követően pedig a mélyhűtő ajtó nyílás irányát fordítjuk meg. Lássunk is hozzá! Az alsó ajtótartó megfordításához mindenképpen célszerű, hogyha egy külső segítséget veszünk igénybe, aki biztosítja, hogy a készülék megdöntött állapotában nem csúszik ki, nehogy megsérüljön vagy a készülék, vagy a tevékenységet végző személy. Fontos, hogy egy megfelelő méretű kereszthornyos csavarhúzóval csináljuk a műveletet, valamint az is, hogy rögzítsük az ajtót, és fogjuk az ajtótartót is, és magával az alsó ajtótartó csappal együtt levesszük a helyéről. Maga az alsó ajtótartó csap eltávolítható. Az ajtót a biztonság kedvéért továbbra is rögzítsük. 99%-os valószínűséggel nem lesz vele semmi gond, ugyanis a tömítő profil mágneses ereje tartja a helyén. De jobb a baleseteket elkerülni. A bal oldalról eltávolítjuk a lábat, sima menetes módon van beletekerve, egyszerűen kicsavarjuk, és becsavarjuk a jobb oldalon az eddig ajtótartó által fedett menetes betétbe. Később majd pontosan beállítjuk a megfelelő magasságot. Ezt követően bal oldalról ezt a rögzítő csavart eltávolítjuk, mert erre a helyre szükség lesz majd az ajtótartó fölhelyezésekor. A csapot beteszem az ajtóba, és az ajtótartót megfelelő pozícióba állítva a rögzítő csavarokat becsavarom. Nem kell meghúzni az elsőt, csak akkor, amikor a második is megérkezik.
úgy. Kicsit még mindig lazára hagyjuk, hogy a végül az ajtó finom beállítását el tudjuk végezni. Köszönöm a segítőnek az eddigi munkáját. Most a tetőt távolítjuk el, hogy a felső ajtótartót is kicserélhessük. Ugyanazt a keresztfornyos csavarhúzót használhatjuk, amit az alsó ajtótartónál. Ha a két rögzítő csavar kijött, akkor hátrafele elmozdítjuk a tetőt, és leakasztjuk az elől található rögzítő gombákról. Itt látható jobb oldalon az ajtótartó, szintén két keresztfornyos csavar tartja. Szintén jól meg van húzva. Így. Ezek jó erős metrikus csavarok. Itt is ügyeljünk, miután ezeket kicsavartuk, nehogy leessen az ajtó. Itt is nagyon-nagyon kicsi az esély, ugyanis ahogy látható, a tömítő profil tart. Viszont ha ezt egy működő készüléknél csináljuk, ott ahol áru van az ajtóban, ott már komolyabb problémák lehetnek. Tehát az ajtótartót eltávolítottuk, és látható, hogy az ajtótartóban be van csavarva az ajtótartó csap. Ennek van egy hatlapfejű rögzítése, akár egy kombinált fogóval is le lehet oldani. És egész egyszerűen megfordítjuk. Tehát ahhoz, hogyha ide át akarjuk helyezni, akkor értelemszerűen most a lemez másik oldalára kell, hogy fölcsavarjuk. Így. Az ajtótartó csapot helyére illesztjük, pozícióba állítjuk, és már jöhetnek is a csavarok. Meghúzzuk. Ismét nem teljesen szorítjuk be, hogy még a szükséges párhuzamosságokat be tudjuk állítani. És a dolognak ez a része meg is van. Megnézzük, hogy a szekrénytest oldal párhuzamos, a tetővel párhuzamos. Akkor most húzzuk meg. Így értelemszerűen alul is rögzítjük, és a dolognak ez a része kész is, visszatehetjük a fedelet. Figyeljük, hogy a gombát jobb oldalt leakad, bal oldalt is beakad, helyére nyomjuk, s jöhetnek a rögzítő csavarok. Külsőre úgy nézünk, mintha már végeztünk is volna, holott még két nagyon fontos dolog van. Az egyik a kilincs megfordítása,
ugyanis most így értelemszerűen nem tudjuk nyitni a készüléket. A másik pedig a mély hűtőajtó nyílásirány fordítása. Kezdjük először a kilincsel. A kilincsnél láthatóan egy csavar fej takaró fedél eltávolításával kell, hogy kezdjünk. Egy kisméretű csavarhúzóval, vagy akár egy hegyes bicskával ügyesen mögé nyúlunk, és már ki is pattintottuk. Így. Jön a kereszthornyos csavarhúzó. Célszerű először az alsót kicsavarni, és utána a felsőt. Így. Átjövünk a másik oldalra. Látható, hogy itt el már a készülék ajtajának az élébe előfúrva található a kilincs rögzítő csavar furata, amiben egy-egy műanyag betét van. Most ezeket a műanyag betéteket nem tudjuk eltávolítani, nem ezeket kell áttenni a túlsó oldalra, ezekbe nyugodtan belecsavarhatjuk magát a kilincset. Felső. Hamarosan kész is. Figyeljünk arra, hogy nagyon ne szorítsuk meg. Tehát ne erőltessük ezeket a csavarokat, ugyanis hogyha túlhúzzuk és esetleg megrepesztjük, akkor az a kilincsnek a későbbi berepedését okozhatja. Amikor ezzel kész vagyunk, a csavarfejtakarókat a helyére illesztjük. Így. Most már sokkal inkább úgy néz ki, ahogy kell. Középült párhuzamosnak tűnik az ajtó, legalábbis elfogadható a tűrése. Ami még nekünk ilyenkor kell, az a tartozékzacskó. Ugyanis abba található az a plusz csavarfej takaró kis műanyagidom, amivel az eddigi, itt az egyik, itt a másik, amelyeket a helyükre kell nyomni, így, és készen is van. Egy feladatunk van még, a mélyhűtőajtó nyílás irányának a megváltoztatása, ehhez egy ilyen lapos végű csavarhúzóra van szükség. Lehet látni, hogy egy felső és egy alsó csap tartja ezt a mélyhűtőajtót. Ide a csavart, ha bedugjuk, akkor egy mozdulattal ki tudjuk pattintani az alsó ajtótartó csapot. Leemeljük a felső ajtótartó csapról. Így. Most következik ellenoldalról a lyuktakaró fedél eltávolítása. Ezt már akár azonnal föl is tehetjük a túlsó oldalra. Ne legyen vele több gond. Most értelemszerűen a mélyhűtőajtót megfordítjuk. Tehát ami eddig az alsó csap volt, az most fölülre kerül. Fölül beillesztjük, és most az alsó ajtótartót helyére.
helyére tesszük. Úgy. Benyomjuk ebbe a kis lukba. És egyszerűen megnyomva bepattintjuk. Ha egy kis kattanó hangot hallunk, az azt jelenti, hogy a helyén van, és innentől kezdve a méhűtőajtó nyílás irányba is megfordult. Még egyszer ellenőrizzük az ajtó párhuzamosságát, a fönti rés méretét, az ajtók nyílását, zárását, a méhűtőajtó nyílását, zárását, és ha minden rendben van, akkor készen is vagyunk. Köszönöm a figyelmüket!